Alig várom, hogy kikérdezhessem az AVS-t. Ez így van, bár Örs nélkül, akit most az elmúlt idők hát viszontagságai egy kicsit úgy megtépáztak, és nincs itt a csapattal, elfáradt, csak ennyiről van szó, nyugtassatok meg. Természetesen, tegnap is koncertünk volt, és ma is elég durván készült ez erre a produkcióra, úgyhogy elfáradt elég, és hazaküldik. Vagy pihenjen. Viszont az nekem nagyon megragadta az a mondat, Sej Judit nagy, azt mondta, hogy gombócett a torkában, vagy meghatódott szó szerint, elérzékenyült, talán így fogalmazott a metal zene kapcsán. Ilyesfajta észrevétel már volt korábban is, hogy annyira elérzékenyültem, hogy könyv szökött a szemembe a zenétek, halva. Nekem alapvetően a metaltól legtöbbször ilyen van. Szerintem ez az egyik legerősebb érzelmi kifejezés. A többiekre is kíváncsi vagyok ez ügyben. Hát az van, hogy egy csomóan el se jutnak odáig, hogy megpróbálják értelmezni a szöveget, mert ugye, hogy mi ez a rikácsolás, és kikapcsolják, de amúgy nyilván ennek is van üzenete, mint minden ilyen zenének, vagy bármilyen műfajnak. És nyilván zeneileg meg szerintem igazából ilyen kicsit ilyen a színpadiasságával, tehát az, hogy minél erősebbek a gitárok, erősebben szólnak, ez szerintem jobban ki lehet fejezni az érzelmeket, és még átütőbb üzeneteket lehet szerintem közvetíteni. Valahol azt mondtátok, azt nyilatkoztátok, hogy sokan félnek, de mondjuk főleg a szülők féltik a gyerekeitek a metal zenétől, ez nagyon kemény műfaj, ott hörögnek a színpadon, mert ott vannak ilyen kemény arcok. Miközben, hogyha elmegy valaki egy metal koncertre, és ott valaki rosszul lesz, vagy elesik, elsőként segítik föl, és egy összetartó közösség, tehát egy picit félreértik ezt a világot. Hidd el nekem, hogy nagyon sokáig kellett puhítanunk a szüleinket az iránt, hogy elfogadják azt, hogy mi metal zenészek leszünk, vagy vagyunk. Úgyhogy valóban így van, hogy a szülők azt nem fogadják, viszont ha nem látnak bele ebbe az atmoszférába, ami egy koncerten történik, hogy tényleg felsegítjük egymást, hogyha elesünk, meg odafigyelünk a másikra, addig ugye ezt nem nagyon nehéz megérteni. Na akkor most ezt az oldalát is megismertük a metal zenének. Gratulálok az AVS-nek a továbbításhoz, a döntőben találkozunk, srácok!